történelmi pillanat, amiről olvasok, az evangélium Ázsiából Európa földjére ír. Apostolok cselekedetei 16:11-15. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Számotrákéba mentünk, másnap pedig Neápolisba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig háza népével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlelt bennünket. Amikor ige hirdetésekben haladtunk Pál apostolékkal a missziói utakon, akkor azt mondtam, hogy Európába hozták az evangélium fő vezetékét. Ezt a hasonlatot alkalmaztam, mint amikor egy faluba bevezetik a gázt, és ugye a fő vezeték megy végig, és rá lehet csatlakozni. Hát megtörténik a fővezeték megérkezése, ugye Pálék bizonyságtétele, igehirdetése nyomán Európába, és az első rácsatlakozó erre a fővezetékre egy Lídia nevű asszony. Különös az is, ahogy vezeti Isten őket. A Filippi egy római település volt, olyan, ahova általában nyugdíjba ment katonatisztek, meg a római tisztviselők költöztek, valahogy úgy is építették ki, hogy azért valami módon az életforma is a rómaiakéra hajazzon. Pedig ez ott Macedónia, a mai Görögország területe, Filippi is. Na most itt hol kezdjék a missziót? Itt nem volt zsinagóga, nem mehettek oda igét hirdetni. Isten megtalálta a módját, hogy tudtukra adja, vannak asszonyok a folyóparton, akik szombatonként ott imádkoznak. Az élő Isten tisztelik, és összejönnek. Isten félő embereket mindenütt lehet találni, testvéreim. És Pálék őket keresik föl. És úgy látszik, hogy bekapcsolódnak a közösségbe, és elmondják a jó hírt Jézusról. És ezt olvassuk, hogy Isten megnyitotta ennek az üzletasszonynak, a bíborárus asszonynak a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Annyira, hogy ő az első Jézus hívő, az első megtérő Európában, és miután megkeresztelkedik, leteszi a bűneit, és Jézust urának vallja, fogadja, keresztség, ezt jelentette ott is a számukra, házanépével együtt, akkor azt kéri, hogy jöjjetek hozzám.
ott lesz az első telephely, ahol az evangélium szolgái megszállhatnak. És ugyan még nem tudják a forgatókönyvet, hogy mennyi ideig maradnak, merre mennek tovább és hogyan, de az első lépést megtették. Olyan jó ez, testvéreim, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy akik igazán megnyitják a szívüket az Úr előtt, és szeretnének neki szolgálni, azok tőle kérhetik el a koreográfiát, az útmutatást, a szükségeseket, az embereket, a következő lépést. Tehát Isten országa ügyét nem mi irányítjuk, hanem ebben az Úré az irányítás. És átéltem egész életemen, hogy ő rendezte akár az evangelizációk ügyét, akár a következő szakaszt az életünkben, akár a szolgálati menetet, és ebben nagyon jó tudnunk, ahogy említettem is, hogy nem mi görcsöljük, erőltetjük, próbáljuk húzni-vonni a dolgokat, hanem ezt elkérhetjük. Emellett feszültségek között megy, ahogyan látjuk majd hamarosan, sok minden akadály és megpróbáltatás is kíséri, de nem akad el ez az ügy. Látjátok, itt lépett be Európába az evangélium, itt lépett be Jézus, és 2000 évvel később ti hallgatjátok, én hirdetem, különböző helyeken vagyunk itt. Az evangélium nem akadt el, sőt, most is terjed tovább. Áldott legyen érte az Úr.